Thank you very much for joining us on the desk. Missy, I'd like... Ismételten köszöntjük a kedves nézőket, elérkeztünk a mai este második szériájához, amely a Unicorns of Love, illetve a Splice között zajlik majd. Mondanám, hogy zakó nélkül vagyunk ma, de ez nem igaz, hiszen a G2... egyébként még van egy ilyen kis mizé is, valami kis... Várjál, most már ne. Jó, mindegy, a lényeg az, hogy nem vagyunk zakó nélkül, hiszen a G2 eSportsot elverte a Misfits, úgyhogy itt eléggé komoly zakóról beszélhetünk. Viszont... Hol, mint piercing, egy kis csillagos. Nincs csillagos zakó? Hát azért ez ennél lehet, hogy még keményebb, azt kell, hogy mondjam. Az a legbiztosabb, hogy ugye ők vannak az analiszt asztalnál. Így van, minden esetre azért csak befejezem a mondandómat, kedves Buci, hiszen te vagy mellettem, mint szakkommentátortársam, én pedig Thanatos vagyok. Szia, Tana. Ja nem, csak addig akartam beleszólni, ameddig mondtál valamit. Nem. De hát, hogy a kérdés az, hogy ha már ugye G2 zakójáról beszélsz, lesz-e veretlen csapat az első forduló után, vagy legalábbis az első nagyobb etapja után Európában, ugyanis a Unicorns of Love-nak erre megvan az esélye, hogy ugye veretlenül forduljon majd az a csapatok közti versenyek, illetve mérkőzések szekciójába, szakaszába az európai LCS-nek. Ehhez viszont a kígyókon át kell még gyalogolni. Kígyóknak nincs lába, a lovaknak van 4, úgyhogy igazából 2-0, sziasztok, elmentem. Nem, hát hogyha valaki át akarna gyalogolni. Hibátlan gondolatmenet, azt kell, hogy mondjam. Ennél kicsit mélyebben, hogyha belemegyünk, akkor érdemes megnézni, hogy mind a két csapat eddig 3 mérkőzést játszott, és... ugye a Unicorns of Love az ott áll az első helyen, míg a Splice a harmadik helyen alapvetően. Viszont a Splice ezzel a mérkőzéssel kiharcolhat egy 3-as körbeverést. Ugye valami hasonló kezd kialakulni már az A csoportban. Ugye azáltal, hogy a Fnatic-et elverte a G2, a Rocket elverte a Fnatic-et, hogy a G2 elveri a Rocket-et, ami megtörtént már, akkor ugye van egy ilyen 3-as körbeverés ott az első 3 helyen. Na már most valami hasonló a Splice részéről ugyanúgy kialakulhat a B csoportban, és erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hiszen ez kulcsfontosságú pont emiatt a Splice-nak. Tehát ha van egy 3-as körbeverés, akkor nem arról van szó, hogy a rájátszásba jutásért megy a küzdelem, hanem arról, hogy az első hely is még szabadon van, miközben ezt látjuk, hogy Samux. Hogy kezd. Samux. Hát ugye mindenki egyszer felnő, tehát az idő kedvez a fiatal játékosoknak is. Tavaly, mint újonc érkezett Samux a Unicorns of Love-hoz, mint Samux, mint pedig Xerxi talán a névtelenség homályából törtek föl, és én úgy gondolom, hogy tökéletes választás volt. Nem feltétlen mindig az a jó választás, amikor nagy nevű játékosokat hozunk be, hanem esetlében az is jó lehet, hogyha inkább olyan még ki nem próbált újoncokat válogatunk be a csapatba, mint Xerxi, illetve Samux, és Samux én úgy gondolom, hogy teljes mértékben beért erre a nyári 17-es évadra. Vadállat a Twitch-el, vadállat még mindig a Caitlyn-nel, egyszerűen nem nagyon lehet megállítani, és vannak tényleg olyan mérkőzések, amikor Samux viszi jóformán hátán a csapatot, persze ehhez kell Csacsinak is, illetve Hillisagnak is az ott léte, míg most Exile egy picit alul teljesít önmagához képest, de belefér még így is a Unicorns of Love-nak, ugyanis van, aki átveszi az ő szerepét, hogy sebzést osztan, hogy gyilkosságot szerezzen. Nincs ezzel baj szerintem. Nem lehet mindig ugyanazt a magas szintet hozni. Alapvetően úgy gondolom amúgy, hogy jelen pillanatban a Unicorns of Love úgy együtt csapat szinten nagyon erős tud lenni, és még ha a játék korai szakaszát néha hajlamosak arra is, hogy egy picikét eladják, ezt mutatja is, hogy mindösszesen 550 aranyelőnyt szereznek az első 15 percben. Ez azért egy csoport elsőtől nem egy kiemelkedő eredmény. Ugye itt látunk ilyen plusz 1000-2000-3000-es értékeket is. Szóval, hogy a Unicorns of Love a játék első szakaszát nem feltétlenül hozza el, de az ő erősségük pont a játék közepe és a vége, amikor a csapatjáték, az összhang, a jó hívások, azok mindenféleképpen nagy szerepet játszanak. A Teamfight Breakdown mostani számával is például megmutatják, azt elemzik ki, hogy az H2K ellen 5v4-be, tehát ember hátrányból hogyan tudtak egy baronnasor próbálkozást
elhozni, sőt, utána megnyerni az egész mérkőzést a Unicorns of Love játékosai. Van bennük lehetőség, és minden egyes pillanatban még 5000-es arány hátrányban is lehet rájuk számítani. Splice felállása közben Wunder felső ösvény, Trashy Jungle, Senkax a középső ösvényen, Mickey, illetve Kobe pedig az alsó ösvény párosa, és az új edzőt láthatjuk közben. Meg egy régit. Meg egy régit, a Unicorns of Love. Felső ösvény, Vizzy Csacsi, Szörkszi Jungle-ben Exile középen feszít, Samux és Hillsong pedig az alsó ösvény most kifejezetten tényleg jól teljesítő párosa. És ha már hiszem, akkor úgy érzem, hogy ott ki kell emelni. Tehát számtalan olyan hozzászólást, véleményt olvastam, amelyeknek egy részével viszonylag egyet is tudtam érteni, hogy Hillsong alul teljesít a Unicorns of Love-ban, nem mindig tudja a megfelelő szintet hozni a többiekhez képest, és ezen akár mérkőzések is múlhatnak. Most Hillsong végre formában van. Nem lehet rá panaszkodni. Illetve most ugye Samux is nagyon sokat fejlődött, tehát azért egy olyan ösvényen, ahol ugye ketten vannak, és az összhang, illetve az együtt játszási az nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az egyik a másikat ugyanúgy tudja húzni. Tehát, hogyha jól megy Samuxnak a játék, akkor tudja húzni Hillsongot is. Aha. Mint fordítva is, nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy jó támogató játékos igazi jó lövész tud faragni. Gondolok itt például egy Adrian Whitert a pálosra. Amikor, amikor tartalnak nem ment a TSM-ben, és átkerült az Immortalhoz, onnantól kezdve, hogy Adrian támogatta őt, szárnyakra kapott, milyen furcsán néz ki egy teknős szárnyakkal, de a választási és tiltási fázisba kerülünk, ahol a Splice, hogyha megnyeri az első mérkőzését, akkor marad a 100%-os kékoldali győzelem a mai nap során, és ezt a statisztikát állíthatja meg a Unicorns of Love, de nézzük Rakan, Ivan, illetve LeBlanc. Kék oldalról, míg piros oldalról, Zack. Galio, illetve, egy nagyon jó kérdés, hogy mit gondol a Unicorns of Love utolsó tiltásnak. Zyrat, Mikivel szemben, teljesen jó választás ő ellene, bár Thresh-t ugyanúgy a Splice is nagyon szereti, így én első van. Választásként nyugodtan el lehet hozni Mikinek. Akkor viszont le fog csapni valószínűleg Samux egy jó kis Xayah-ra. Sen is bent vagy a pakliban, úgyhogy az kötelező. Tökéletes lehet. Sen meg is jön. És kérdés az, hogy Xerxi kinek fog választani majd hőst. De én nem biztos. Vagy egy Twitch? Jó, Twitch. Ennyi. Ha már vadállatra beszéltünk, akkor Twitch. Ennyi, eléggé vadállat, főleg Samux kezében. Illetve ismerjük a Twitch-Sen kombót. A láthatatlanul érkező büdös patkány, akiről egy ninja is leugrik, felbőszít, időt nyer. Fantasztikus vombokombó. Nagyon sokszor szeretik használni az emberek ezt a kifejezést, hogy vombokombó, de úgy gondolom, hogy az igazán kiemelkedő és jó akcióknál, tehát ez egy ilyen külön epikus kategória kéne, hogy legyen, amiben viszont beletartozik a Twitch-en párosa, nem egyszer láttuk már akcióba. Viszont cserébe a Splice tud lecsapni, akár fontosabb választásokra is. Caitlyn jön közben Kobihoz, így Mikey Kobe alsó ösvénye meg is van, Thresh, illetve Caitlyn párosításával. Ha pedig jön a Blitzcrank, akkor már a Unicorns of Love is rendelkezik ezzel. Így viszont a Splice részéről a kék oldalról talán a dzsungelre kéne ráfókuszálni, de Xerxi ellen nincs értelme tiltani valamilyen szinten, mert hogyha kitiltod az összes dzsungelest, akkor is ott marad még egy Warwick. Akkor is ott van még olyan választás, ami egy Rengar. Senki nem játszik már Rengart jóformán dzsungelbe LCS szinten. De, Xerxi, hogyha arról van szó. Igen. Vagy ugye még mindig tényleg mindegy, Warwick említésre is kerül, de hát alapvetően a második tiltási körnél ugye mire fókuszálhat mind a két csapat? Középső ösvény szabadon. Ahogyan a Splice-nál van egy flexibilis Gragas választás, ezt nem szabad elfelejteni, ezt csapdára adhatok ott a Unicorns of Love részére, nem véletlen, hogy ez egy középső ösvény, pontosabban, hogy két középső ösvény, egy középső ösvényes tiltás mellé egy Kennent is kivesznek a játékból, hogy Wunder ne tudja azzal blokkolni az esetleges akciókat. És Exile-ra fókuszál a Splice, semmi értelme nem lett volna Xerxit. Gorcsi alá venni és azt mondani, hogy akkor rátiltunk.
Az Ott van már az Iver. Így van. Ennyi, kész. Viszont például elérhető akár Ellis, aki tiltólistán szokott csücsülni a kis Pók lábaival. De ha már Warwick-ról beszéltünk, akkor hozzuk el őt is. Egyszerűen ezek mérgező, gusztustalan, férfarkas, patkány, párosítás. Bőven jó lehet. És Warwick is be tud ugyanúgy ugrani, akár egy Kha'Zix, akár egy bármilyen berobbanó. És egy Oriannát még várhatnék az X-Ile kezei közé, Unicorns of Love részéről. Mert az aztán hihetetlen bombokombó. De olyan kombinációs lehetőségek lennének a Unicorns of Love részéről, hogy semmi más dolga nem lenne Hiddenstone-nak, mint hogy gyakorlatilag nem is beráncson valakit, hanem elráncson onnan valakit, aki veszélyt jelentene. Viszont ez egy érdekes döntés. Eleve ugye ott van Jarvan, jön a fősősére, végül Senkax elhozza Aurelion babát. Akivel egyébként még nem halt meg, amikor játszotta ezt a karaktert. És egy nagyon fontos választása. Ő az európai Huhi. Mit hozol Aurelion szól ellen? Azt mondja Exile egy Rise-t. Végül is térugrás van. Térugrás, meg bemegyek a csillagok közé, és már is le tudom sebezni, és tudok rá reagálni egy jó börtönnel, ezért én úgy gondolom, hogy kelleni is fog a megtisztulás Aurelion szóra. Viszont nem rossz az elképzelés, úgy érzem a Splice oldaláról. Nagyon sok minden fog múlni azon, hogy mennyire tudnak játszani Aurelion szóra ellen. Ugye Huhi is Észak-Amerikában azzal szokta meglepni a közönséget, és az ellenfeleit, hogy van az a lehetőség Aurelion szólnak, hogy pikpak az egyik ösvényre oda tudjon menni. Szinte szó nélkül. És ezt alá becsüljük. Aurelion szól nélkül. Így van. Pontosan. De erre egyébként pont, hogy Rigzál tud majd reagálni egy világugrással. Amit azért ne emeljünk túl. Jó, persze nem. Nem azt mondtam, hogy olyan szintű gyorsasággal, mint Senkax. De van benne, az biztos, hogy van benne fantázia. A menedzserek is. Én esküszöm, hogy a kreativitását. Én annyira bírom a Unicorns of Love menedzserének. Tehát hogy... Romainnak kéne csinálni egy új díjat az LCS sorain belül, hogy nem tudom, a legnagyobb hype-ot előidéző ember, vagy a valami díjat, amit oda lehetne adni az egész egyéves munkájáért, sőt, már nagyon régi munkájáért, de amit például a döntőbe leművelt, amit az egész tavaszi szezonban leművelt Romain, azt gondolom, hogy valami szenzációs, és ilyet se láttunk még, vagy nem nagyon szoktunk látni, hogy így kijön a menedzser, és azt mondja, én még nem láttam, tehát hogy azt mondja, hát, és nyilván hatalmas parti volt a Splice-os menedzser is, hogy azt mondta, így, hogy... Mert, igen, no. Komolyan, de azért megcsinálta, azért csak megcsinálta. És hát azért mi is próbálkoztunk a hype-ot. Tehát a Facebook oldalunkon, a Magyarországi Facebook oldalán meg lehet nézni, de azért kis kezdők vagyunk. Hát Fire, képes. Ugye, amit látunk közben, Senkax között. Igen. És egyébként Szörgszi is lángol, úgyhogy így a tűz majd a tűzzel fog találkozni, és ha már tűzről, illetve égetésről beszélünk, akkor Hiddenstone-nál van Blitzcrankkel egy ilyen idézői varázslata. Ez a szemben a beugró Szörgszi, illetve a berobbanó X-Air észszámok ellen is tökéletesen jó lehet a kifárasztás. Csak az a baj, hogy van három ilyen karakter, vagy legalábbis kettő biztosan X-Air, illetve számok, akire muszáj lesz rápakolni ezt a kifárasztást ahhoz, hogy ne sebezzék túl magukat. De rettentő kíváncsi leszek majd erre a mérkőzésre is. Kék oldalon Splice, hát hivatalosan a mai nap során, illetve százalékosan nekik kéne nyerni, de az Unicorns of Love nem fogja ezt hagyni, abban én biztos vagyok. Úgy vélem, hogy jelen pillanatban ezért még ide tétes és választási fázis során, ha csak a fölállásokat nézzük, mind a két csapatban bőven van lehetőség. Ugye igen. A Unicorns of Love oldaláról ott van az egész pályás érkezési lehetőség Shennél, Szörgszinek, tehát Warwicknak a mobilitása, illetve kezdeményezési lehetősége, valamint a folyamatos Hiddenstone féle nyomásgyakorlás, és igazából azt menném mondani, hogy ez a mérkőzés bőven eltarthat.
bőven véget érhet, hogy egészen pontos legyek 25 perc alatt. Mert a Unicorns of Love részéről is van egy olyan kezdeményezési, illetve tömegirányítási csomag, amellyel, na meg egy blitzcrank, ami, hogyha valami előny sikerül a játék elején fölhalmozni, akkor nagyon nagy lendületet adhat. De ugyanez a Splice részéről is elmondható. Tehát egy Jarvan beindul, egy Caitlyn megkapja a löketet, Senkaxnál is ott van az Aurelion Sol, akkor nagyon hamar végig lehet görgetni az akciókat. És ki lehet utána egy-két ember pikpak kapni. Ezek a Piltover-i rendteremtők pedig nagyon szépek Kobitól. Az elsőben Miki húzta be Hillisongot, azt követően simán csak talált Kobi, most pedig Samuxra lehetett kiosztani egy kis büntetést. Miki pedig itt van, második szintű támogatói rajtaütés, Exile-on. Gyorsítás már megvan, a halálos ítéletelő, viszont Exile nagyon szépen kitér. Neszen, neked is itt van, te is kapsz, mindenki kap még egy kis varázsözön, meg egy-két pofont. Minden esetre így Kobi tudott farmolni, és X tapasztalati pontot szerezni egyedül. Csacsi pedig lefarmolja Wunder Jarvanját. Elég szép játék tőle, ugye ott van nála a kard. Tehát innentől kezdve pont ezt akartam mondani, hogy egy jó kezdeményezést is meg lehetne, hagyja felbőszítést, talán rögtön benyomod a lelki menedéket, aztán mehet a pofoszkodás. Támadj vissza Wunder, ha tudsz, ja, ugye? És nem tud, tehát hogy az a legviccesebb, hogy abszolút nem tud. Abszolút nem. Csacsi egy jó árnyékugrással bevállalhatná a torony alatt érkezés, de nem kell neki sietnie. Nézzük is a felsősvényes matchupon. Ahol egyébként a Minion különbség a 15. percben Wundernek kedvez, illetve talán a sebzés is, de ezt mondjuk a karakterekből is kinézhetjük. Kennenclad, Akali, Jarvan, Fiora, ezek sokkal inkább sebző, igen, karakterek, mint esetekben egy Galio vagy egy Shen. Ráadásul a Shenjével Csacsi sokszor elhagyja az ösvényt, tehát hogy ez az 5. Shenje, és valljuk be őszintén... Még nem veszített vele? Nem veszíted, és 7 mérkőzésből elhozni 4-szer a Shent, az bőven a farmolási arányaidat csökkentheti. De most meg 10-essel megy, tehát hogy így... Ennyi. Bár még nem vagyunk a 15. percnél, valljuk be őszintén. A játék elején a Shen az tud viccelődni, főleg az ilyen fizikai sebzéssel és alaptámadással operáló hősök ellen. Az a halálos ítélet egy minyont húzott kifele a torony alól, de ettől függetlenül talán várhattuk azt, hogy Kobi Caitlynje a távolság miatt, illetve a képesség használat miatt jobban fog tudni farmolni, és sebzést is kiosztani majd. Mm-hmm. Teleporttal jön közben Csacsi vissza az ösvényre, hazament, vásárolt magának egy kevés kardot, meg egy kis lágyvértet, ezzel egyre jobb és jobb az ösvény helyzete Wunderral szemben, és egyébként a halhatatlanok szorítása mindkettő felső ösvény játékosnál, tehát tudják az élet erejüket visszatölteni, amennyiben csatáznának. Exile is nagyon gyorsan otthon volt, vásárolt istennők köncsepjéből egyet. Ugyan túl sokat nem fog sírni, de egy köncsepet elmorzsolhat majd. Míg... Trashy. Pontosan. Tudja, Exile villanása van, hamarosan gyorsítása is. Ha más nem sejtheti Tresi, hogy valami van a levegőben. De nem takarít. Egy mester ilyen elhelyezett ellenőrző őrszem, amire aztán még nem tudott reagálni a Splice. Középen pedig Exile zaklatja Senkaxot. Ki tudja zónázni, ettől függetlenül Senkax elfarmolgatna. Most Tresi jön a másik irányból, tehát hogy... Az igen, egy... csak van már világugrás, és akkor hogyha kicsit kibételi a kicsi a rakást, akkor nem nagyon lehet megállítani Exile-t. Így van, de Exile is nagyon okosan nem tolja túl az ösvényét. Jön Hillisong, akit... Hát az a szemecske ott fölötte, az ott mutat valamit. Bár gyanúsan sok ideje van ott az. Úgyhogy szerintem már nem érvényes. Aha, az úgy maradt. Csapda után. Időközben Xerxi befejezett egy Tiamatot. Közben Csacsi kapott egy kevés sebzést. Nyilván Csacsi kapott egy-két pacsit. Xerxi pedig egy gyilkosságra hajt. Nagyon szép Wundernek a menekülése, ezért jár a taps. Pont fel tudta ütni Xerxit, aki szintén hatos szintű.
Húha, az is szép volt Kobitól. Még háttébb lépett, így egyik húzás sem talál. Az egyik abszolút nem talált, a másik pedig csak Minionra. Időközben Senkax farmolja le az ösvényét is, megy haza. Ott is van 14-04-es. 48,5% sebzés, az nem gyenge, de ez a Mysterious Monkeys elleni második heti mérlege Senkaxnak. Hát komoly, komoly azért, Aurelion szóban is szokott lenni sebzést, azt azért látjuk elég sokszor. Kérdés, hogy most is meg tud-e indulni majd a csillag sárkánnyal. Exile le van maradva egy közel 5-6 farmmal. Ami talán azt mondhatom, hogy hát kicsit több egyébként az a lemaradás. De kezelhető. De még talán kezelhető. A kéket visszahozzak Xerxi, viszont így a béka az, aki ledobja magáról az agrót és visszatér a saját kis helyére. Kicsit lassan mozdult ki Igzel, pont azért, hogy el tudja hozni még a maradék farmot az ösvényéről. Megfontolt kezdés mindkét csapatnál, nem szeretnék eldobni a játék korai szakaszának lehetőségét. Az első sárkány pedig óceán, tehát nem biztos, hogy a legeslegfontosabb bármelyik csapatnak is. Bár mind Exile-nak egyébként, mind Senkaxnak jól jönne a középső ösvényen az a kis bónusz regenerálódás. Az biztos. Azért ők azért tudják égetni a manát rendesen. Érdemes megjegyezni. Itt azért kivártunk egy picit. Érdemes megérezni, hogy a Unicorns of Love amúgy általánosságban hatalmas gyengeségként kezeli az őrszem játékot. Az adatokból is egyértelmű, hogy közel 25%-kal több őrszemet pakol le a Splice, és körülbelül ugyanígy 25%-kal több őrszemet takarít ezen társaság. És ha más nem, a G2 tapasztalta az első mérkőzésen a saját bőrén. Nem is kicsit. Nem is kicsit, hogy mit ér. Milyen egy rálátás nélküli élet. Tudna nekem kijönnie Demacia zászlajával a buliból, ugyanis Csacsit akkor nem nagyon tudta volna sebezni. Ó, ha viszont Reshi jöhet Csacsira, nagyon jó a kicsi a rakás, a Csacsinak volt villanása, jó a zónázás, viszont a robbanékony hordóval lökték ki, meg Xerxi össze lehet karmolni, megfélemlített Wunder Reshi kettősét, Reshinek kicsi a rakása lesz, előbb vagy utóbb, biztosan várja Wunder, ebből lesz a csapda, nagyon szép a pozícionálás, és így viszi magával Xerxit. Unicorns of Love. Első gyilkosság. Ami meglepő. Várjál, mert nincs vége. Wunder! Jaj, ez egy farkas, mit csináljak, félek! Ez az a farkas, ami meg is esz. Tudod, ez a nefi a farkastól nem ezt meg, csak megkóstolt. Nem, megette, vágod, megette! Vacsorára, pont vacsoraidő van. Ennyi. Xerxi azt mondta, hogy itt komolyan te itt akarsz hazatérni? Dehogy is, sehova nem futsz te innen. És el is kellett hagynia ugye Senkaxnak az ösvényét, tehát Exile visszajött farmban, vagy legalábbis itt azért elég sok minion bukik majd Senkax, de nézzük a visszajátszást, ahol ne nézzük a visszajátszást, így van, hiszen Exile bajban lehet, a csillag robbanás még ott van, jó a nyúzás, villan Exile, viszont a halálos ítélettel megtresivel lehet itt mókázni. Az az igazság. Mókázó bóklászás. Bókázás. De attól függetlenül az első két gyilkosságot a Unicorns of Love hozta el, és hogyha a statisztikákat nézzük, nem feltétlen vártuk volna ezt. Nem. A játékok 14%-ában hozzák el, tehát egy hetes arányuk volt eddig a Unicorns of Love játékosainak. Ó, jaj, micsoda kombó, kérem szépen. Trashit magam elé húzta, és Samux majdnem be tudja fejezni Mikit. Nem sokon múlott, a farkas nincs a közelben. És igen, ez tényleg nem a retardált farkas a meséből, aki még elbeszélget a zsákmánnyal, hanem Xerxi, minion nagy. Ennyi. Wundernek semmi esélye nem volt, és nagyon jól jött, és kifejezetten imádom, hogy az átalakítás óta ugye egy csomó lehetőség van még a Warwickban, nem csak a végső képessége, hanem tud megfélemlíteni, be tud ugrani. Így van, így van.
És ez a pozícionálás a Q képességével fantasztikus. Jön is újra Wunderre. Vízi csacsinak egységben az ereje nincsen, de farkasa van. Wunder pedig, na, hova menjek? Jó, a kataklizma vég, de ott a felbőszítés. Ráadásul lelki béke. Az igazi lelki békét pedig a Nirvanában lehet megtalálni. Az pedig nem ezen a földön van, úgyhogy Wundert el is küldik. Hát 94 óta nem. Igen. Boom. Szép. Nagyon szép. Robbanékony Exile. Jó, még a nyúzás is, a halálos ítélet nem, de... Három emberes. Igen, tehát plusz egy emberrel több kell a Splice-hoz ahhoz, hogy elhozzanak gyilkosságot. Az biztos, hogy legalább többen kapnak is... támogatást. Jogos, jogos. Csak azt mondom, hogy Rise-nak is egyébként mindig idő kell ahhoz, hogy meglegyen a sebzése. És neki nem baj az, hogyha most elmegy a meccs 35. percig. Bocsánat, szabadba kell vágnom. Tehát a tegnapi napon Jisoo egy ilyen fölsősvényes Jarvan-nal meghalt 13-szor. Abból 12-szer, úgyhogy olyan aranyhátrányt halmoztak föl hihetetlen, de meglett a meccs. Jó, tehát persze. Tehát egy Jarvan-nak ez még akár egy ilyen kis bemelegítésnek is jó lehet. Ez így van, de láttuk egyébként pont Expect-nek a Jarvan-ját az előző mérkőzésen, aki viszont nem tudott mit csinálni, bármennyire is hátrányban volt, és gyilkosságok áldozata is volt. Xerxi. Hát két gyilkosság után, illetve egy támogatás után jó ízűen lakmározik a mézvirágból. Miki pedig megérkezik a középsősvény felé, ahol X-et szeretnék büntetni. Csacs még akár mehet elő, és két szint, figyeld, két szint. Konkrétan nem csinál semmit, nem sebzi meg Wundert, így a torony nem sebzi, viszont nézd meg, hogy kiátsza, egyen meg! Nem tudott elmenekülni Wunder. Ez mesteri. Erre nem tudok mit mondani. 2-0-2, 100%-os. Ő az egyetlen most már csak Unicorns of Love-ban, aki 100%-os gyilkosságban való részvétellel rendelkezik. Ugye eddig Xerxivel osztoztak ezen a pozíción, ugyanis mindig jött segíteni a kis vérfarkas. Ho-ho-ho-ho, ez itt, megint csak egy rajta. Ez egy csapra akar lenni, Samux még a láthatatlanná válását használhatja, de jön a kezdeményezés, Miki villan, jó a nyúzás, és ó, el lehet kapni mindenki, de a robbanékony ordó még nem jött ki, csak most, viszont csak Irisszangot találja el, megjött közben, nagyon szépen, Aurelian szól is, meg Csacsi, aki még benn ragad, jött a fény hangja, ami lehet, hogy ennél sokkal alacsonyabb, ettől függetlenül. Halálos lehet, Wunder egy gyilkosságot bezsebel az alsó ösvényen, a Splice kellően agresszív offenzívát indított, meg is van nekik az első torony, kettő gyilkosság. Hát szép válasz. Öt ember elérkezett, tehát teljes mértékben kihasználtak minden, miközben a toronyra reagál közben Exile is a középső ösvényen hozza ezt el. Míg Csacsi ugye végső képességgel addig Wunder teleporttal jött, tehát most teleport előnye van a Unicorns of Love-nak. Gyönyörű, ahogy Samuxot megtalálja, két emberes, a kicsi a rakás jön a képesség Csacsitól, de ugye mivel le van kötve Hillisang, ezért őt lehet sebezni. Nagyon jól érkezik Senkex, és a kifárasztás miatt Csacsi nem nagyon tud sehova sem menni, illetve a robbanás elkábította őt. És ezt követően láttuk, hogy megérkezik Wunder északról, Jarvan pedig befejezte, és legalább egy gyilkosságot megszerzett. Kobinak jó volt a hálóvető. Pont nem tudta már eltalálni Exile, aki gyorsított emiatt. Megint ráérkezett mindenki, és ő még nem tudta befejezni a korok pálcáját, ami így viszont ilyen 27-28. Perc lesz majd csak maximális jelzőn. De hát ez van, Rise egy picit hátrányban, hasonlóan Wunderhez, ő még nem tudta befejezni fekete hasítót, se a cipőjét, ugye ezt már Csacsi megtette. Nem is csak a fekete hasít, bocsánat, a Titán Hidre gondoltam. Ne haragudj, de 9 láthatatlan őrszem van lent, és 2 ellenőrző őrszem a Splice oldaláról, még a Unicorns of Love részéről összesen 4. Most már betettek egyet a hírnökhöz is. Botrányosan tudja uralni a Splice a pályán a rálátást. Lehet azt mondani, hogy a Unicorns of Love-nak stratégiailag jó helyen vannak elhelyezve az őrszemei, például ott a sárkányán látjuk, ahol az ellenőrző őrszem is volt a játékkorai szakaszában, van megint egy láthatatlan őrszem. De hogy nehéz meglepni a Splice-ot a Unicorns of Love részéről, az biztos. Igen, ott volt egy kék. De azt még hozzátenném, hogy annyi erőnye viszont van a Unicorns of Love-nak, hogy ezzel a fölállásával, egy jó világugrással, vagy akár csak egy Samux kezdeményezéssel, vagy bármivel,
nem feltétlenül kell nekik akkora rálátás a pályára. Júj! Hoppá, Irisszangi beúszott valakit. Nagyon szép a kitáncolás. Jön Aurelion szól, és Irisszangot sikerül beütni. Ő a dobozból villan. Igzál azért még befizetett egy 90%-os lassításra. De attól függetlenül Igzál, amit megint táncolt. Ma ő lesz a Fred Astaire, mert egyik okés, kétszer megölték, de nagyon szépen tudja úgy kikerülni a képességeket, ami, hogyha legalább az egyik találna, akkor már a végét jelent. Ez így egy kellően kellemes összeállítás. Végső képesség. Összekarmollak. Á, nem csak visszaettem, Hili. Az a visszakarmol, nem? Igen. Tehát, akkor nem össze, csak már visszakarmolt. Össze meg vissza. De kimenekült, és ez megint annyira... Tehát, hogy elagadni a Unicorns of Love részéről a Shent, az egy eléggé merész dolog. Ezt én soha nem értem meg, hogy miért nem az az első tiltás a Unicorns of Love ellen. De Cersei-nek ez a Warwick-ja is hasonló magabiztosságra utaló jeleket mutatom, ugye már kezdem azt mondani. Igen. Menekül, kezdeményez, és tudja, hogy mit csinál. És meg is tudja helyette Kassadin tiltanak, érted, Exile ellen, meg Syndra-t, meg LeBlanc-ot. Míg azt gondolom, hogy azért Senkex, hogyha így is ő is eldöntötte, hogy Aurelion Sol-t szeretne játszani, azért Aurelion Sol-nak elég magabiztos, mind az ösvényfázisra, mind ahogy te is mondod, az érkezése szerintem gond nélkül mehetett volna. Jó, Kassadin talán egy kicsit azért meg tudja fogni hatos szint után, mert ő kiugrálgatja a képességeit, kap bónusz varázspajzsot, na, jó lehet az. De ettől függetlenül azt vélem, hogy ő eddig, aki életben tartja a Splice-t. 3-0-1-es Aurelion Sol. Csacsi, 3 szint előnnyel Wunderrel szemben, nyugodtan megehet 3 torony lövést is. Nem nagyon foglalkoztatja az ő sennyét. Botrány ez a 3, és az a 50 form, mintha magamat látnám a Jarvan képében. Wunder? Igen, Wunder, tehát Wunder, hogy... Wunder tekintetében, értem. Oda ugdik. Pajtásaihoz igazából, Xerxi. Ti nem vagytok elég vérszomjasak, mondja ő, és ad neki 2-3 pofont. No, jöjjenek akkor az ellenőrző őrszemek tisztítása a Unicorns of Love részéről, illetve ténylegesen picit kéne még őrszemezni. Az biztos, hogy 20. perc most fog eltelni, és lépünk a 21. percbe. És a baronnasor él. Természetesen még nem biztos, hogy ennyire korán ez egy olyan erősítés, amit el kéne hozni. És ugye mivel nincsen rálátás a déli dzsungelbe, a Unicorns of Love-nak csak egy darab őrszeme, ezért kicsit ilyen félve kezdi meg ezt az óceán sárkányt, Xerxi Csacsi párosa. De megvan az első sárkány közben. Bónusz 4% fizikai, fizikai, Jézusom, na, szóval életerő és mana regeneráció csatán kívül. 5 másodpercenként. Nem rossz. No, micsoda villanásra közben a mögötte levő játékos sikerült behúzni, jön a Csacsi, jön a teleport közben a kék oldalon, meghal Hirisszang, menj vissza a mélybe, Blitzcrank, Exile pedig ki van fókuszolva, a világugrás nem ment végig, sajnos szomorú, meg lehet akadályozni. A Splice egyelőre úgy néz ki, hogy ezt a csapat küzdelmet 2 győzelemmel, 2 gyilkossággal meg tudta nyerni, mernek-e fordulni a Baron Nashorra, azért az lehet, hogy túlságosan jóló kategóriába esne. Hát ez Miki. Ez Mikey-nek a játéka. Tehát, hogyha nem villanja ott át azt a Blitzcrank húzást, és nem kezdeményez tökéletesen a Splice, akkor akár fordulatot is volna a kocka. Megint jó volt a robbanékony hordók időközben Trashy-től. Jól tudta pozícionálni Igzát, hogy ő semmiképpen se tudjon elmenekülni. Csacsi pedig érkezett, de Hillisongot már nem tudta megmenteni, és nem is rájött egyébként az ultia, de nézzük is meg, Hillisong kezdeményezne, ugye látja Mikey-t, de ő rögtön 2 embert is visszahoz, és Exile-ra jön ki a végső képesség, Hillisong így meghal, Csacsi pedig ki tud csúszni a hordó elől, Exile pedig nem, ha már megvan, hogy hova dobja a hordó Exile, akkor oda jöhet egy kataklizma, tehát lekövetni lehet a robbanékony hordót, Wunder Jarvan-jával.
és a második tornyát hozza el közben a Unicorns of Love, ezzel viszont visszaszerzi nagy valószínűség szerint az arany előnyét. Pontosabban Egál. De csak azért sem, tehát... De! Most X-el hoz egy... Nem, még mindig, de! De, van, 100 arany előny az ott. Na, most már végre megvan. Baronasor környékét takarít. Miki ezt ügyesen teszi, míg Trashi körbenéz. Sárkány környékén folyamatosan van hangsúly a rálátáson. És nézd meg, Senkaxon. Fürgeségcipelője van rajta, ráadásul elkészült már Rilai kristálybotja mostanában, életereje is van ennek köszönhetően, lassítanak a kis üstökösök, és hát alapvetően a kis jéghextek pisztolya, az eddig is jól teljesített, ugye ezzel már viszonylag régóta rendelkezik. Kis sebzés, de inkább az a fél éves lassítás, az jó. Szia, X-Zár, gyere, opp, az inkább egy fal, de... Micsoda trash játék, X-Zár, egy tobozzal elviszik, és jön a lámpás is! A Splice, három emberes, óriási kijátszása! És megint miért? Mert nem volt semmiféle rálátása a Unicorns of Love-nak, tök vakon járkált ott X-Zár, Tricknek volt ideje, bocsánat, Tricknek, Trashinek volt ideje, innia egy kort sört, majd utána a kicsi a rakással meg tudta állítani, és bármennyire is próbált X-Zyne menekülni, a robbanékony hordó is még kábította, hogy falhoz vágta, azért az elég kemény olyan nagy száguldás következtében a falhoz esni. Tehát a Unicorns of Love nem X-Zyne miatt fogja megnyerni ezt a mérkőzést, ha megnyeri, de azért abban maradjunk annyiban, hogy Csacsi és Cersei játék korai szakasza volt, ami megindította egy picit a Unicorns of Love-ot. Splice közben kiegyenli tornyok tekintetében, és átveszi az arany előnyt. Kömény 500 arannyal, ez semmi, főleg így a 25. percben. És két szint előny még mindig ott van Csacsinál, de azért a kalapás már nem olyan kellemes Csacsinak. Nem, főleg, hogy a fizikai ellenállása azóta nem összpontosított, ugye? Így viszont tud rá sebezni Wunder is. Senkax pedig 3-0-3-ban van. Jó pozícionál. 9 jelző. Fekete pöcsé. Így van. Azért az se egyszerű. Tessék, viszont most látják. Nem tudom, hogy jön erre valami kezdeményezés. Mer-e valamit vállalni a Unicorns of Love? Nem. Végül nem. Egy ilyen... Annyira cukja, hogy így ez a Aurelion szóval, hogy nyom egy ilyen kis így ilyen forog cicás, egyet, igen. Dugóhúzót. Az. Na megnézem, hogy a gyereke valakit behúztak, nem? Ajaj. Például a lövészét a Splice-nak, miközben Hilitsan kapja a sebzést, de nem nagyon viseli meg. Őrszemek, takarítsuk ki. Ember előnyben! A Unicorns of Love. Lövész előnyben, ugye? A Unicorns of Love. Csacsi. Jöhet egységben az erővel. Nincs rálátás a baronna sorra. A Splice-nál Mikit ki lehet kapni. Jó a lámpás, de sajnos ezt már mindenképpen megette Villa. Még egyet Miki. Nagyon rossz pozícióban van a Splice. A doboz jó, de nem arra, hogy megmeneküljön. Hilitsang zónázik, miközben Csacsi folyamatosan figyel. Oho! Ez most szegény Senkaxnak kemény, mint zsírdivel fogat mosni, miközben Csacsi továbbra is tolja az alsó ösvényt, és így már biztosabban mehetne a Splice esetleg egy baronna sorra? Persze, simán. Igaz, Trash, illetve Wunderia, de csapda akkor kettes szintű. Hopp, látod, babám, jön így viszont most már Sen is, egy extra lassítás, és ott van, nem tudtak megérkezni. Nem talált, végül Csacsi ellen jó a villanás. Hoppá, közben X-Zyne jó a runabörtön, Kobira nem lesz hálóvető, csak gyilkosság, mert az a menő. Wunder még menekül, baronna sorra fordult a Unicorns of Love harmadik szituáció, amikor legalább Trashi elvillant. Egy emberes előny van, és Trashi elvillant. Ezt most meg kell nyomni, gyerekek. Jó pozíció, érkezett Senkács, ő viszont Aurelion szóla van, viszonylag hamar vissza tud érkezni, hogy esetleg arról lenne szó. Itt van Wunder is a közelben, neki pedig van kataklizmája. Trashi szintén tud zónázni, be lehetett húzni Kit. Mikit, jó a robbanékony ordó, de minek? Miki így viszont meghal, újabb ember előny, még mielőtt folytatják a baronna sort. A Unicorns of Love játékosai, jön Aurelion szól, kataklizma ott van, el tud villani Samux, de megvan. A baronna sort pedig elhozza Trashi! Uramisten! És négy ember beragad a Unicorns of Love részéről. Trashi két embert zónáz.
és Samux 2-3 embert hozott el, viszont áttérben ott vannak Xörxiek, Vizi Csacsira nem tud Wunder rámenni, ász fog hozni végül a Unicorns of Love, hát ez hihetetlen! Oda-vissza, fönszarvazás, méregcsípések, igazi lókígyó párharc, el nem tudod dönteni, ki fog győzni. Bohóc buli, azt kell, hogy mondjam. Nézzük is a visszajátszást, itt ugye még itt tudják tökéletesen feldobni, és még villantatni szegényt, aki majd a dobozzal próbálja menteni saját magát, Hillisong pedig szépen jön el Senkextól, aki megkapja Exile, illetve Xerxi párosát, megint csak jó a feldobás, így Senkex megkapja az első halálát, ezt követően pedig ugye Kobit tudták elhozni, de a Baronna sornál mi is történt pontosan, arra figyeljük majd meg, hogy hogy fordulnak Samuxra, ő még ugyan itt egy kifárasztást megkap, de az érkező Wundert kell majd nézni, miközben ugye Thrashy szépen sebzi, és ott hagyja igazából Xerxi a Baronna sort, ő nem is sújtott, csak Thrashy, hogy innentől kezdve a pozícionálás volt most rossz a Unicorns of Love részéről. Igzel még elhoz egy gyilkosságot, de Csacsi maximális életerőn természetesen meg tudja védeni Xerxit, és a megfélemlítés is nagyon jó volt, Wunderi nem lehetett visszafordulni a rókára, na a farkasra, tudtam, hogy ebből a hőskinézet miatt egyszer lerókázom. Hoppá. Hillisong. Senkex is megjön. Hölgyeim és uraim, a Unicorns of Love baronnasor próbálkozását a Splice tökéletesen nagyon sok ember áldozat állán, tehát ha belegondolok, meghalt egyszer Miki, meghalt egyszer Senkex, meghalt egyszer Kobi, aztán megint Senkex, megint Thrashy, Wunder, szerintem Kobi meghalt kétszer, vagy nem tudom, 8-szor. Tehát kb. 8 halál árán. De elhozták, és egyedül, igen, ha jól emlékszem, Kobin talán még elérhető. Nem, rajta sem. Rajta sem, mert talán később élet föl, igen, végül. Igen. De a lényeg az, hogy így viszont csak 2000-es az aranyerőnye a Unicorns of Love-nak. Így van, jön a farkas. Mikit el tudja találni a megfélemlítés ellen, viszont tökéletes volt Thrashynek a kicsi alakása. Robbanékony hordó viszont annyira már nem. Be lehetett húzni még a dzsungelesét, szóval és az... Unicorns of Love-nak össze van karmolva, össze van halálozva innentől kezdve. A magyar tanárom remélem ezt nem nézi. Exile-nak jó a homokórája, de Senkex üstökösei azok eléggé tökösek, miközben mellé megy a halálos ítélet. Hillisongra még jó a lassítás. De közben de... Csacsi hoz egy kettőszintű tornyot, szevasz! Mindenki ott van a Splice-tól azon a középső ösvényen, ahol egyszerűen egy egy-egyes cserét kihoznak, de ettől függetlenül a Unicorns of Love jön ki jobban ebből a cseréből. Ez egy piros lopás Xerxitől. Senkexnak kell jönni az alsó ösvényre védeni ezt a tornyot. 11-13 a gyilkosságok állása. És torony előny a Unicorns of Love-nál. A Baron Nashor powerplayt azért megnézném. Rekordszintű negatív számokat fogunk szerintem kapni. Hiszen nulla emberem volt elérhető végül is összességében. Amit megjegyeznék, hogy Caitlyn-nél nézd meg ezt a nagyon komoly sebzés orientációt. Jogos, csak az a baj, hogy Caitlyn-t Samuxon kívül igazából mindenki ki tudja fókuszálni a Unicorns of Love részéről, ha akarja. Vagy Miki átvillanja a behúzást és Kobit húzzák be végül. Tehát azért ilyen is van. Sárkány milyen? Hát egy óceán. Egy-egy. Az óceán sárkánynak állása. Xerxi pedig megint megindul, viszont ez most nem annyira jó neki, de jól kitáncol. A megfélemlítés mindjárt Csacsi el vár. Tudja lőni. Csacsi pedig vár, tényleg ott. Egészen jól néz ki ahhoz képest. Mindenképpen jó a robbanékony hordó. Egységben az erő még mindig nem jön ki, viszont Xerxi kijöhet. Így van, Xerxi ki is jön, de elvillan Xerxi közben a háttérben, pedig ott van Wunder, akit meg lehetett fogni. Xerxire jött ki ezek szerint Vizi Csacsi, nem Xerxire, és meghal így viszont Blitzcrank. Xerxi pedig még él. Xerxi ugrik, nagyon szépen Senkexre, akit el lehet mutatni. És Wunder szintén meg fog halni. Jó a pazs Mikitől, de nem elég a sebzés Caitlyntől. Samux! Micsoda gyilkosság áradat! Oda-vissza! Keep calm and Csacsi Kerry! Ott a póló! Világugrásos nyomulás előre a Unicorns of Love-tól, hiszen ászt nyomnak! Megint a csapat küzdelemnél millisekundumokon múlott, hogy ki, hogy, s mint, merre
De végül a Unicorns of Love tökéletesen pozícionál, tökéletesen oldja meg, és be fogja tudni fejezni ezt a mostani mérkőzést. Csacsi kitankolja. Csacsi kitankolja, meg vannak most már minionok is, mennyivel jobb így pusztítani a tornyokat. Mondtam! Mit mondtam? Semmit nem mondtam. 12... Azt, hogy vége lesz itt simán. Így van. Ezt mondtam már. Így van. Ezt mondtam már. Pontosan. Tuti szegény most ment el toalettre, viszont a Unicorns of Love, illetve a Splice bátran mondhatjuk, hogy gigászi csatát vívtak egymással. A csapatküzdelmek során oda-vissza pörögtek a labdák. Ráadásul küzdött mind a két csapat. Nagyon, nagyon kiélezett küzdelemnek vehettünk szem és fültanúi. Örülök ennek, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez egy izgalmas meccs volt, 32 perc alatt sokkal mozgalmasabb volt a maga 30 gyilkosságával, oda-vissza dobálásával. És itt az oda-vissza dobálás egyébként nagyon fontos, ugyanis bármennyire is megindult Shen, illetve Warwick felső ösvényen, és hátráltatták Wundernek a játékát, attól függetlenül, hogy a középső ösvény teljesen elhanyagolta a Unicorns of Love, szegény X-Zile-t pedig PP verték. Tehát ugye ráfeküdt az a sárkány, meg úgy ráfeküdt a kicsi a rakásos Gragas. Most. Boldog születésnapot, Sjokszam, ugye szeretnénk most mondani neki, ha már itt belebeszél abba, amit mondott. Folyamatosan. Így van. Figyelj, még lehet, hogy belebeszél még Defisior is. Nem, ő már nem. Nem, ő már nem. Tehát egyrészt a Csacsi Sánt tiltani kell, tehát hogy ezt maradjunk annyiban, amikor 5-0-ás, mármint hogy 5-ből 5-ször győzött Shennel, azt nem lehet átengedni. Mm-mm. Nem vágom, hogy miért. 3-ból 3-szor győzött Xerxi Warwick-kal. Warwick sem páros tökéletesen jó tud lenni. Lehet, hogy X-Zile most ki van hagyva a játékból olyan szinten, hogy nem az ősvényét fókuszálják, nem ráérkezik esetlegesen egy Shen végső képesség, de ettől függetlenül, hogyha Samuxot nem fókuszálod ki azzal a Twitch-sel, akkor le fogja sebezni az arcodat. És az utolsó csapat küzdelemben Samuxra a leges legvégén fordultak, addig ő végig így áll, és így és így levöltözgetett, azt mondta, hogy jól van, figyelj, van még villanásom, van még gyógyításom, igazából én el vagyok, és tök jól el volt. Így. Valami hasonló. Ilyen infinite, mindig elérhető Rothog ulti, hogy és így lövi, vágod, szenzáció. Kemény volt ez a Samux játék, és ezt megszokhattuk tőle, amikor Twitch-el játszik, úgyhogy erre számíthatott volna a Splice is. Viszont, én a Splice részére azt mondom, hogy büszke lehet magára. Tehát hozott hibás döntéseket, viszont egészen jól meg tudta fogni a Unicorns of Love-ot bizonyos szituációkban. Az biztos, mondom, Shennek tiltólistán kell szerepelnie. Muszáj. Ilyen nincsen, hogy nem ő szerepel a tiltólistán. De tényleg. Tehát, hogy még azt is mondanám, hogy akár az Ivern tiltás, vagy az elsőkörös LeBlanc tiltás helyett is meg lehetne azt oldani, hogy inkább legyen a Shen kitiltva. Senkaxnak annó amúgy az előző évadban, sőt még 2016 nyarán olyan 3-4-es gyilkosságai voltak LeBlanc-kal, hogy simán megkaphatná ő is. Simán. És ez ugye a játékkorai szakasza. Itt is elbaltázza amúgy a Splice. Tehát itt a Shen-Warwick duó, az kijátszik mindenkit. Főleg úgy, hogy Wunder, hogyha itt lefele megy, a kék fele, akkor még valószínűleg haza is tudott volna menni. Nem, ő vár. Ugye persze, értem, hogy miért vár, mert itt van Senkax. De így viszont iszonyat rossz fele pozícionálta magát. Nézd meg, Xerxes azt mondja. Ki vagyok én? Én vagyok a farkas. Bekaplak. Mert van 6-os szint, és hiába eszik meg 3 toronylövést. Főleg, hogy Csacsinak volt végső képessége, ne. Kihasználták. Mi az ott? Mi? Hát beszarog. Mi? Azt a fölfújható cuccot nem láttam. Majd nem! Bocsánat, én Udvik is azt olyan legeltettem a szememet. Hogy... Hát megőrülsz. Közben Vízi Csacsi van kiemelve a képernyőn is. Megérdemelten. Tehát, hogy... Most megint nem látom. Mert arrébb tolták, de ott van egy ilyen fölfújható úszogumi, miközben... Ez meg egy szép splice-os akció volt. 5 emberrel, korrektül, de szép. Splice-os akció, és nézd meg, Wunder is a hátulról, az őrszemre tud érkezni. Nem volt
Illetve az összemjátékát megnyerte a Splice, hogyha összességében nézzük a mérkőzést. Abszolút. Tehát magát azt a statisztikát, amit ide kiírtunk, az működött, tehát az őrszám per perc, a takarítás is akár, az jó volt a Splice-tól. Közben Pierce nagyon kedves lesz, és meg visszatekeri nekem az adást, addig, hogy lássam. Na mindegy, majd megnézzük, nem? Majd valamikor, majd este. Így van, ezután ott mutatták a Unicorns of Love csapatát, a rajtaütés után, minden esetre. Nagyon kényelmes választásokat kapott jóforra mind az öt emberre a Unicorns of Love. Lehet, hogy XI nem tudta megmutatni azt, hogy ő mekkora király Rise, de ezt már megmutatta tavaly, meg tavaly előtt, meg az előtt, meg mindig. Jó, nem, de ez sok volt ez, de hogy... Tehát úgy megmutatta ezt már a tavaszi évadban. Aha, ott. Még egy kicsit mehetsz tovább. Jaj, látom. Hát ez mondjuk tényleg szenzációs. Igen. És ez rá van ültetve egy székre, nem? Tehát ez ilyen... Igen, hát persze, hát ő is a csapat tagja. Miközben kapjunk egy jobb élőképet, hát ha lesz egy jó kis visszajátszásunk. Így van, ez a Baronna sor. Amit elhoz Tresi, de miért cserébe? Tehát most... Itt azért mondjuk kérdéses, hogy Mikit miért engedték ennyire, ugye nyilván a Baron még élt. De Wundernek megint jó, tehát ki volt fókuszolva végig, és van benne sebzés. Igen, de ettől függetlenül... Megint Csacsi és Szörgszi. Azt csinál, amit akar. Egy embert kifókuszolnak, elhozzák. És... Ezt a mérkőzést Csacsi Szörgszi lehozta, mármint első 25 percben. Ezt követően pedig 7-0-9 azért az egy eléggé laza vállalás, 89%-os gyilkosságban való részvétel, ami alapvetően Xerxinek nagyobb, mint Resinek, tehát hogy ebben ő mindenképpen viszi a pálmát, illetve a győzelmeket, sőt, ugye a KDI-ja is elég magabiztos, és ez a meccs még bónuszban fog még dobni rajta, nem is kicsit. És Unicorns of Love megtörte a mai kékoldali 100%-os győzelmi átkot, vagy legalábbis szituációt, viszont a következő meccsen ők lehetnek kékoldalon, ami megint csak egy olyasfajta előny, hogy eddig három meccset kékoldalról nyertek ma meg, a Unicorns of Love most piros oldalról sikeresen elhozta az első mérkőzést, tehát fel van adva a lecke a Splice-nak, brutálisan. Én azért azt merem mondani, bátran kijelentem, hogy én nagyon szeretnék harmadik mérkőzést. Tehát, hogy ritka az ilyen intenzitású egymásnak feszülés és mérkőzés, dobálás, amit szeretnék látni még két mérkőzésen keresztül a Splice és a Unicorns of Love között. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a Unicorns of Love H2K párharc vagy nagy rivalizálás már a múlté. Persze, mindig egy csoportban vannak, vagy amióta csoportok vannak, egy csoportban vannak, de már nem, szerintem nem ez a két olyan csapat, akik ilyen mindig összeütköznek és fontos mérkőzéseket játszanak, hanem bizonyosan a Splice. Méghozzá ez tavaly, szerintem a VB-re vagyó kijutásnál kezdődött, akkor vált igazán nagyon fontos a Unicorns of Love Splice mérkőzés, úgyhogy talán azt mondom, hogy legyen, adassék meg neked a kívánságod, vagy a kívánalmad, legyen három mérkőzés. Ehhez viszont a Splice-nak piros oldalról most nyernie kell, és az a baj, hogy piros oldali első három tiltásban ki kell tiltanod Zeket, ki kell tiltanod Thresht, esetlegesen ott a Shen. És akkor ez a három. Akkor ez kötelező. Akkor a Gálió, de hát ha akkor meg tud válaszolni valamivel még vagy elhoz egy a Splice. Megint egy Twitch-et, vagy egy száját, vagy bármit. Igen. Kiderül majd, azt kell, hogy mondjam, hölgyeim és uraim, nagyon izgalmas ez a csapásnak voltunk szemtanúi, jöjjön a következő meccs a szünet után. Passive jungler with a